Jól kezdte a mérkőzést a Kisvárda a Budaörs ellen, már rögtön az első perc végén, egy hazai labdaszerzés után, egy szép összjátékot követően, Melnik húzott el a szélen, középre passzolt, Horváth Zoltánnak azonban nem sikerült növelni góljai számát, és beérnie a góllövő lista élén álló budaörsi Sajbán Mátét. A hetedik percben aztán a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez, igaz a várdai Izing Máté vette célba saját kapuját, miközben menteni igyekezett a berobbanó Sajbán Miklós elől. A folytatásban itt is ott is akadtak kisebb próbálkozások, a félidő helyzete azonban Horváth Zoltán nevéhez kötődik, akit Illics hozott kihagyhatatlan helyzetbe, a várdai gólfelelőst azonban meglepette, hogy társa Zitzerben hozzápasszolja még a labdát, így üres kapuval szemben Horváth nem tudta megszelidíteni a labdát. A félidőben akadtak még helyzetek mindkét oldalon, de 0-0-val vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben rákapcsolt a Kisvárda, kapuja elé szögezte ellenfelét, és ismét rögtön a félidő elején megszerezhette volna a vezetést, Melnik azonban földre fejelte helybeadását, ami így könnyű zsákmány volt Kemenes számára. Az 57. percben egy szögletet követően egy elmaradt 11-es kértek számon a várdai a Kolár Gábor játékvezetőn. Horváth fejese után ugyanis Sajbán könyökét érintve hagyta el a játékteret a labda. Hiába alakított ki meddő mezőny felint a Kisvárda és vetette be valamennyi támadó szellemű játékosát Kondás elemér, a gól csak nem jött össze a hazaiaknak. Heffler, Ising és Gosztonyi próbálkozását is hárította Kemenes. A második félidő végén Gosztonyi hagyott ki még egy nagy helyzetet, lövése a kapufa tövén pattant. Már-már úgy tűnt, pontosztoszkodás lesz a vége az összecsapásnak, amikor a 91. percben egy beadás végén jött Illics, és fejesével otthon tartotta a 3 pontot a Kisvárdának. Kondás Lemér szerint sok helyzetet hagyott ki csapata, szerinte igazságtalan lett volna, ha nem nyernek. Szerintem a futball igazságtalan lett volna, ha nem tudjuk megnyerni ezt a találkozót. Pontosan azért, mert az elején rögtön nagyon jól kezdtünk, két óriási zicserünk is volt, kapusa láttunk szembe mind a két szituációba. Utána egy kicsit ránk éreztett az ellenfél, mert a párharcokat megnyerték, jól jöttek át középpályán, és oda tudtak jönni a kapunk elé. Voltak veszélyes szabadrúgások, szögletek, amiben bármikor egy gólt hordozott magába. De ezt ki tudtuk húzni tulajdonképpen, és a másik félidőben viszont ott inkább egy kapura játszottunk, tehát nagyon kevés szerőttel az ellenfél a kapunkig, egy kapura játszottunk, de mindig a utolsó passzokba kis hiba csúszott, és nem tudtunk olyan teljesen 100%-os helyzetet kialakítani, bár lőttünk kapufát, volt olyan 11-es gyanú szituáció is, egy fejes után, meg ugye a Gosztonyinak az 5-5-ről nem tudta jól rálőni a kapura labdát. Végén viszont sikerült. Tehát addig dolgoztak a játékosok, addig mentek, nem adták fel egy pillanatig se, és meg lett az eredmény ennek. Bodnár György, a Budaörs vezető edzője csalódott volt a mérkőzés után, úgy ez így csapata megérdemelt volna legalább egy döntetlent. Érthető a csalódottságunk, mert rászolgáltunk az 1 pontra. Ugye a mezőfölényben játszott a második félidőben a hazai csapat, de nem volt olyan nyomás és annyit kidolgozott gólhelyzet, ami arra adott volna okot, hogy az utolsó percben el kell veszteni ezt a mérkőzést. Hát egy potya gólt kaptunk, de hát ez benne van a fociban. Nyilván ahhoz nyomnia kellett a hazaiaknak, hogy a mi kapunk előtt pattogjon a labda, mert a második félidőben a mi támadó játékunk már elég súlytalan volt. A Kisvárda győzelmével tovább üldözi az Jellovas 31 pontos MTK-t. 29 pontjával jelenleg a második helyen áll, 6 ponttal megelőzve a harmadik Kazincbarckát. Vasárnap igazi megyei rangadót rendeznek az MB2-ben, a Nyíregyháza Spartakusz és a Kisvárda csap össze.